Hogy tetszik ennek a videónak a világítása? El fogok mondani a videónak a végén egy titkot. Nagyon sok Viltrox V-Lite fényt mutattam már be, például a Ninja 300, 400-asnak a második verzióját, és ez a 200 wattos fény egy nagyon érdekes helyre érkezik a különböző Viltrox modellekhez képest. Egyrésztről pénztárcabarát, mert elég jó áron van, de mégis óriási a teljesítménye. Hogy neked is jó-e? Derítsük ki, de előtte intro. Disclaimer, a Viltrox elküldte nekem ezt a fényt, de nincs semmilyen beleszólásuk abba, hogy hogyan mutatom be, szóval a véleményem, amit hallasz, az teljesen az őszinte gondolatom, és ők is akkor látják ezt a videót, amikor te. A V-Lite Ninja 20 egy nagyon jó kezdő fény azoknak, akik több erőforrás szeretnének a 60-80 wattos tartományhoz képest. Egy nagyon tiszta 5600 Kelvin színhőmérsékletű 97 CRI-os fehér fényt ad, aminek 60 000 felett van a lux értéke. Nyilván ez a lux érték akkor, hogyha a hozzátartozó töltsért nagyjából 1 méterre mérjük, akkor vonatkozik rá. Felépítésileg szerintem nagyon jól van megcsinálva, egy tipikus Bowens csatlakozó van rajta, az oldalán ugyanazt a jó minőségű szögbeállítást találod, mint más V-Lite modelleken, nagyon erősen be lehet állítani, és van egy kis gumi csatlakozó, ahogy a fogak találkoznak, amit amúgy ki is lehet venni, hogyha úgy érezzük, hogy vagy félünk attól, hogy nem tartana meg például egy nagyobb softboxot, vagy más fénymódosítót. Minden irányító az a hátulján található, tök egyszerű kezelni, beállíthatjuk, hogy milyen erősségű legyen a fény, be tudunk állítani egy néma üzemmódot, csendes, ahol ugye nem megy a ventilátor, van 6 beépített effekt benne, és amúgy a megvilágítós LCD kijelzője megmutat minden olyan alapinformációt, amire szükséged van. A dobozban benne van, ahogy említettem, egy Bowens töltsér, az áramadapter, és egy 3 méter hosszú kábel, ami szerintem bőven elég arra, hogyha magasabbra is szeretnénk helyezni a fényt, nem kell aggódnunk. Amúgy az áramadapter, hogy belemenjen az áramba, az pedig egy 1,5 méteres kábellel csatlakozik. Most beszélünk arról, hogy mi nincs a dobozban, például egy hortáska és egy külön kontroll doboz. Ugyanúgy nincs benne amúgy egy ilyen külső távirányító sem, de amúgy ezt meg tudod venni külön, vagy hogyha van más Miltrox fényed, akkor használhatod ezt a remote-ot, mert így ezáltal, hogyha nem éred el a fényt, úgyis tudod kontrollálni. Hűtés. Szerintem nagyon hatékony egy olyan kombinációnak köszönhetően, hogy nagyok azok a rések, meg maga a ventilátor, amiben van, és így baromi csendes tud lenni. Hogyha bekapcsoljuk amúgy ezt a néma üzemmódot, ahol konkrétan ki van kapcsolva a ventilátor, akkor az output egy olyan 20%-os, ami azt jelenti, hogy olyan 40 wattot kapsz bármilyen hang nélkül, ami egy ilyen Talking Head setupban bőven elegendő, még sok is. És annak ellenére, hogy ez egy ugye olcsóbb fény, és nem jön például egy külső hortáskával, amit én nagyon hiányolok, mert szerintem a Viltrox baromi király táskákat csinál, mégis vannak olyan funkciói, hogy 19 csatornát, 6 csoportot tudsz beállítani, DMX protokoll van benne, amivel összetudsz egy DMX kontrollerrel kötni különböző fényeket. Emlékszel, hogy mondtam, hogy megosztok veled egy titkot? De lehet, hogy már kitaláltad, ugyanis ebben a videóban konkrétan ezt a fényt, a V-Lite Ninja 20-at használom egy softbox-szal. Szóval ennek a videó alapján egy ilyen 100 000 forintos fény szerinted neked való? Választanád ezt? Kérlek, írd meg a véleményed a kommentbe, a komment szekcióba, ami ugye a like gomb alatt van, amit benyomhatnál, hogyha tetszett ez a videó, és akár fel is iratkozhatnál, ha még nem tetted. Tudom, hogy nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy mi legyen az első fényünk, vagy egy következő kiegészítője a kitünknek, és ha ezt a videót végignézed, akkor megcsinálod a házi feladatodat, kutakodsz.
engedd meg, hogy segítsek ebben a folyamatban, úgyhogy itt van néhány videó, amit javaslok, hogy nézd meg, például az Amaran 200D az Aputure-től, vagy a Godox 150-es ilyen flexibilis LED light, aminek nagyjából hasonló az outputja, és szerintem ezek a videók tudnának neked abba segíteni, hogy melyiket választ, melyik ami legjobb neked. Remélem, hogy valamelyik videóba találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!